Mindig is imádtam a hordozható hangfalakat, és gondoltam, csinálok is erről egy videót. Emlékszem, amikor az első Bang & Olufsen-es Bluetooth-os hangfalamat megvettem, és úgy voltam, hogy igen, mekkora királyság, ez a legjobb, de sajnos meg kellett tanulnom, hogy nem minden arany, ami fénylik, mert nagyon nagy csalódás volt. Egy töltéssel nagyon keveset bír, a basszus az torzít, és hát meg kellett tanulnom, hogy a brandérték nem mindig egyenlő a minőséggel. Szóval mindig is figyelem, hogy milyen hordozható hangfalak vannak, és úgy gondolom, hogy találtam egy elég királyat, amit ma meg fogok mutatni neked, és még egy kis tripre is elmegyünk, a Mackie Thamgo 8 incses, nagyon jó akkumulátorral rendelkező hordozható hangfaláról lesz szó. Nem csak a specifikációról fogunk beszélni, meg arról, hogy miért szeretem, hanem ahogy mondtam, egy nagyon jó kis nyári utazásra megyünk egy vitorlásra, vlog stílusba. Úgyhogy fogj egy piát, és élvezd az utat, élvezd a videót, kezdjük is el, mindenféleképpen nézd végig, először pedig intro. Ma a jelenlegi kedvenc hordozható hangfalamról lesz szó. Elég nagy ahhoz, hogy durva hangja legyen, de nagyon könnyen lehet hordozni, és tök jó formfaktora van. Ez a Mackie Thamgo. Ahogy mondtam, ez egy hordozható, akkumulátorról működő bluetoothos hangfal, és ami nagyon fontos számomra, hogy egy gazdag, dinamikus hangot biztosít, teljesen jó otthonra, vagy ahogy majd megyünk ugye egy utazásra is, kis összejövetelekre, de van egy olyan extra funkció benne, hogyha zenélsz, akkor nagyon fogod értékelni, erről mindjárt beszélek, de először jöjjön egy jó kis unboxing, és a funkciókat is átbeszéljük. Először is maga a formja, amekkora, nagyon-nagyon király az, hogy milyen zenét biztosít, milyen hangzás biztosít, és könnyen magaddal is tudod vinni. Plusz, ahogy mondtam, az aksi, ami 12 órát bír egy feltöltéssel, amúgy cserélhető, tehát nem kell aggódnunk, hogy kifogjunk abból, vagy ne tudjuk hallgatni, ami megint egy ilyen király funkció, ebben a mondatban egy kicsit belezavarodtam. Az eszközeinkkel való párosításról nem is kell beszélni, Bluetooth tök egyszerű, összekapcsoljuk, párosítjuk, és már szólhat is a zene. Van egy alkalmazás hozzá, a Thamb Connect 2, amivel az EQ-t, a csatorna szinteket, preseteket állíthatunk, és attól függően, hogy milyen zenét hallgatunk, még ahhoz is tudjuk pontosan illeszteni egy gomb megnyomással. Ami belül van, az egy annyira erős ilyen hangprocesszor, ami által szerintem ez tud működni, és itt beszéljünk amúgy az extra funkcióról zenészekre, DJ-kre szabva, mert nagyon könnyen lehet, hogy ezt viheted magaddal, amikor egy kis koncertet adsz, bulik vannak, üzleti események, vagy akár egy esküvön, vagy az én esetemben ugye hajókázunk, ha mondjuk gitározni szeretnél, vagy egy mikrofont hozzá kötni, énekelni, vagy DJ-zni a keverőpultoddal, meg tudod tenni a Mackie-vel, ugyan és van egy beépített két csatornás mixere. Bármilyen hangforrást hozzá lehet csatlakoztatni, ahogy mondtam, gitárt, mikrofont, egy szintetizátort, keverőpultot, és ezzel a két csatornás mixerrel amúgy még jön két inputos jack is, és tengen plug and play az egész. Oké. Okay. Ezek voltak a funkciók, de szerintem ideje útra kelni, úgyhogy jöjjön a vlog. Eljöttünk vitorlázni, és lesznek majd krimi bírólok is, meg berakunk ebben, de hát ahogy a review-ban is láthatod, annyira megszerettem ezt a Mackie Thamgo-t, hogy ennélkül el sem megyek, tehát ez a go itt van, és hát integettek hajokra, hogy mennyire király a zene, mert tényleg annyira hangos tud lenni az egész, és baromi jól szól. De itt jön be a másik dolog, amit megemlítenék ebben a videóban, ami pedig az EcoFlow, amúgy van róla egy külön review-m, ide kattintva megnézheted, ez mindent tölt. Tehát olyan, mintha egy tényleg egész nap kint vagyunk, és többen vagyunk, több telefont, akár notebookot, tabletet tölteni, de ezzel töltöttem most fel, amúgy itt van a mikrofonom, a mikrofont, és ha bár baromi jó aksi van a Mackie Thamgo-ba, ezt is lehetne tölteni róla, bármit lehet, és tényleg van benne USB, USB-C,
220-as csatlakozó, 220, 240, segítsetek, tehát simán be lehet dugni bármit, amit a falba is bedugnánk, és bírja. Nagyon-nagyon király dolog. Hogyha érdekel jobban, hogy még mire lehet használni, akkor tényleg nézd meg a külön review-t. Ez meg teljesen a parti kelléke, hogy a jó idő, a vitorlázás, a feeling, minden. Ezzel imádom. Ennyi is, sajnos visszatértünk, de remélem tetszett ez a videó, hogyha így van, akkor mindenféleképpen lájkolj, és ha még nem tetted volna, meg iratkozz fel a kis csengő benyomásával együtt. Rengeteg tartalmam jön még, de igazából már elég sok tartalmat gyártottam erre a csatornámra, és akár megnézhetnéd azt, hogy itt ebben az otthoni setupomban milyen hangfalakat, mikrofonokat használok, hogyha érdekel, hogy hogyan alakítottam ki, nézd meg ezt a videót. De ha inkább az ilyen tartalomgyártás, krimi bírólok érdekelnek, van elég sok ilyen videóm is, ahol nem csak a végeredményt mutatom meg, hanem elviszlek, hogy megmutassam, hogyan forgatok, hogyan editáltam, úgyhogy itt van ez a videó, biztosan tetszeni fog, ha még nem láttad. Köszönöm, hogy itt voltál, remélem találkozunk a következőkben, mondjuk ebben vagy ebben. Szia, sziasztok!